Labanc Anna 1946. október 25-én született a Borsod megyei Sajó-Petriben. Édesapja Labanc János, édesanyja Veres Anna. Hárman voltak testvérek, bátyja János, nővére pedig Margit. Az akkori korban átlagosnak számító falusi életet éltek. 1960. februárjában ismeretlen tettesek meggyilkolták Anna édesapját. Az apa tragikus halála után a család vagyoni biztonsága is veszélybe került, így a gyerekeknek az általános iskola elvégzése után már munkába kellett állni. Anna a Miskolci mezőkernél helyezkedett el, ahol 8-9 hónapig dolgozott, azonban nem érezte jól magát azon a helyen, és a faluban maradás sem szerepelt a tervei között, így 15 évesen otthagyta munkahelyét, és háztartási alkalmazottként kezdett el dolgozni, szintén Miskolcon. A Bláthy Ottó villamosipari technikum igazgatója dr. Teng Béla családjánál. Úgy élt a családnál, mint bejelentett lakos. Hamar megszerette a városi életet, sok mindent tanult Tenkéktől. A család befogadta őt. Elsajátította a szokásokat és az illemet, amelyeknek köszönhetően értelmiségi körökben is megfordult. Hosszú éveken keresztül vigyázott a gyerekekre, vezette a háztartást és kísérte el a szülőket különféle rendezvényekre. 18. születésnapját is a Teng családdal ünnepelte. Időközben beiratkozott egészségügyi szakképzésre. 1964. szeptemberétől felkészülési gyakorlatra járt, hogy ápolónő lehessen, és 1966-tól munkát kapott a megyei kórház szemészeti osztályán, mint szemészeti asszisztens. Kedves, mosolygós lány volt, és közvetlen viselkedése miatt sokan kedvelték. Munka mellett a Földes Ferenc gimnázium esti tagozatának tanulója volt. Tervei között szerepelt a családalapítás, és az is, hogy munkahelyén tovább képzi magát műtősnőnek. Mindezek mellett eljárt a Csorbatóhoz is, ahol a kajakosok baráti társaságával mulatta az időt. Tervei beteljesülni látszottak, hiszen 1970. márciusának elején fizetésemelést kapott, és akkori udvarlójával K. Ferenccel egyes beszámolók, illetve Anna naplója szerint már az eljegyzésüket tervezték. április 18-án Anna délutános műszakban dolgozott, a délelőtti órákban a fontosabb ügyeit intézte. Reggel 8 órakor bement a kórház egyes belgyógyászati osztályára, ahová néhány nappal ezelőtt szállította be az édesanyját fájdalmai miatt. 9 órakor jelezte a nővérszálló portásának, hogy a belvárosba megy vásárolni. Ott feladta a barátnőjének írott levelét, melyből később komoly információk láttak napvilágot a lány halála előtti időszakra nézve. A levél feladása mellett vásárolt is édesanyjának hálóinget, egy betegének pedig uborka levet. Már műszakban volt, mikor délután 3 körül csörgött a telefon a nővérszobában. A kagylót az ügyeletes orvos vette fel. A telefonáló férfi hang bemutatkozás nélkül kérte a telefonhoz B. Erzsébet doktornőt. Miután közölték vele, hogy ő már hazament, hisz aznap délelőtt volt ügyeletes, az ismeretlen telefonáló így reagált. Akkor az Anikóval szeretnék beszélni. A kérdésre, hogy milyen Anikót keres, azt válaszolta. Azt nem tudom, a helyes barna lány. Ezt követően az ügyeletes ismét rákérdezett a hívó személyére, ám azt nem derült ki továbbra sem. Az ügyeletes határozottan kijelentette, hogy nem adja át a kagylót senkinek, ha nem mutatkozik be. Ekkor a telefonáló bizonytalanul Anna egyik barátjaként K. Szabolcs néven bemutatkozott. K. Szabolcs egy helyi közkedvelt kajakos volt, akit hónapokkal a hívás előtt szállítottak a személyzetre, és sérülése miatt sokáig bent is tartották. Közte is Labanc Anna között tényleg baráti kapcsolat alakult ki az eltelt idő során, ezért az ügyeletes végül átadta Annának a kagylót. Anna azonban nem tudta, mire véje a hívást. Egy darabig hallgatta a hívót, majd mérgesen lecsapta a kagylót, és megmondta az ügyeletesnek, hogy az illető nem a barátja volt, mellesleg neki már csak annak haverjaként mutatkozott be. Soha nem hallotta a hangját, és biztos benne, hogy az illetőnek semmi köze az ő barátjához. A telefonáló biskanyitogató stílusban beszélt Annával, a lány visszaemlékezései szerint felháborítóan pimasznak nevezte a férfi. A telefonáló megemlített egy heget Anna lábán, amit a lány mindig igyekezett elrejteni. A lányt nagyon felzaklatta a hívás. A nap folyamán nagyjából este 8 körül egy újabb telefonáló Labanc Anna szobatársa beosztása felől érdeklődött. A nyomozás során előkerült a férfi, aki ismerte is Annát, de tagadta, hogy ő hívta volna a nővérszállót aznap. Labanc Annát 21 óra 45 perc körül váltották, így nagyjából 10 órakor ért a nővérszállóhoz, majd megpihent.
1970. április 18-án éjszaka a szálló ablakai közül sok volt nyitott állapotban. Anna a földszinti hármas szobájában az ablakhoz közeli ágyban aludt. Katalin nevű szobatársnője nem volt ott, ő ugyanis aznap éjjel ügyeletben dolgozott. A nővérszálló előtti főúton láttak egy jól öltözött ismeretlen férfit, aki 10 óra körül a hirdető táblánál áldogált és cigarettázott. A közeli étteremben akkor tartották a kórház egyik osztályának a csapatépítő ünnepségét. Emiatt a megszokottnál nagyobb volt a jövés-menés a környéken. Esz László, egy 20 éves fiatalember a kórház egyik épületének ablakából rálátott a szállóra és az körülvevői területekre. Cigarettázása közben 11:30 magasságában észlelt egy másik ismeretlen barna kabátos férfi. A szemtanú szerint nem csak elsétált a nővérszálló nyitott ablakai előtt, hanem be is leskelődött rajtuk. Esz Zsuzsanna ápolónő, aki a szállóba tartott, szintén látta a barna kabátos férfit, aki szerinte szőkehajú, nagyjából 175-180 cm magas lehetett és vékony testalkatú volt. Esz László is látta a lámpafény alatt, hogy szőkehaja van. A férfi szálló végéből figyelt, majd egy ideig eltűnt a sötétben, aztán ismét megjelent, ezután megállt a hármas szoba ablak előtt, és hallgatózott, és a kettes szobához lépett. Esz László úgy látta, mint a bal kezével benyúlt volna a szobába. Ezt az egyik nővér is látta, egy bizonyos Ó Mária, aki éppen akkor érkezett meg a szállóhoz. Leblokkolt, amikor észrevette, hogy a férfi félrehúzza a függönyt, mintha a lakóját keresné, de a férfi is meglátta őt, és sietős léptekkel elment a szálló végéhez. Mária szerint a férfi 180 magas lehetett, mert az ablakpárkány a nyakáig ért. A következő órákban a nővérszálló környékén az ünnepségről hazatérők miatt folyamatos volt a mozgás, sokan le is ültek a szálló előtti játszótéri padokon. Így ha esetleg volt is valaki, aki figyelt a sötétből, az távol tartotta magát. Hajnali 3 tájékán kezdett elcsendesedni a környék. 3:45 körül hangos sikoltás rázta meg a csendet, amit egy másik sikoltás is követett. Ezt a szomszéd épületben hallotta a nővérszálló irányából M. Sándorné, aki éppen készült lefeküdni. A szálló nővére is felriadtak a sikolyra, többen dübörgést és ablaktörést is hallottak. A folyosóra lépve meglátták Labanc Annát, akinek ugyan sikerült kitámolyogni a szobájából, de összeesett arca és teste csupa vér volt. Próbáltak neki segíteni, leültették egy fotelba, igyekeztek letörölni az arcáról a vért. A folyosón egy szakadt pongyoladarabot találtak, azzal is próbálták törölgetni. Talán Anna vitte magával, ám később elejthette. A nővértársak először azt hitték, hogy neki esett az ablaknak és összevágta magát. Azonban szobájába lépve látták, hogy az ablak ki van törve. Az ablakon, a falakon, az ágyon, illetve a villanykapcsolón vérnyomok, a fali szőnyegen pedig véres tenyérlenyomat fogadta őket, de dulakodása semmi jel nem utalt. Anna medálját leszakítva az ágyán találták meg. 45 perccel a támadás követően a közeli baleseti sebészetre már eszméletlenül szállították, túl sok vért vesztett. Az oxigén lélegeztetés következtében a lány félig magához tért, és a kérdésekre, hogy mi történt vele, azt válaszolta. Nem tudom, meghalok, segítsetek, fáj a szám, mentsetek meg, nem akarok meghalni. Ezek voltak Labanc Anna utolsó szavai. Az orvosok nagy erőkkel próbáltak rajta segíteni, de nem készültek vérpótlásra, mert tévesen értesítették őket a káoszban. Úgy tudták, hogy valakit felakasztottak, és csak akkor látták, hogy teljesen másról van szó, amikor Anna oda került. A fejetlenség közepette szóváltás alakult ki az orvosok és az ápolók között. Alkalmaztak gégemetszést és szívmasszást, illetve infúzióval is próbálták megmenteni. A hátán keletkezett súlyos szúrt sebbel csak akkor találkoztak, mikor véres pizsamáját levágták róla, ám akkor már elmúlt hajnali 4:30 is. Ez a seb egészen a tüdejéig hatolt, és annyira súlyos volt, hogy amikor meglátták, az életmentést vezető doktor ölébe kapta a lányt, és azonnal a műtőbe szaladt vele. Megnyitották a lány mellkasát, majd közvetlen szívmasszást és elektromos kezelést végeztek rajta. A főorvos ezt mondta: Isten sose bocsátja meg nekünk, ha nem tudjuk visszahozni. Azonban hiába küzdöttek az életéért 17:30, nem sikerült megmenteniük. Labanc Anna 1970. április 19-én hajnalban elhunyt, 23 éves volt. Labanc Annát Sajó Petriben temették el, ahol apja is nyugszik.
2001-ben elhunyt bátyja ifjabb Labanc Jánossal egy sírban fekszik. Korábbi sírkövén a következő felirat állt. Téged feledni sohasem lehet. Te voltál a jóság és szeretet. Ez lett volna Labanc Anna életének története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentbe bátran írjátok le, mi a véleményetek az esetről. Továbbá légy csatornatag, ahol exkluzív tartalmakat érhetsz el, valamint élhetsz a szuperköszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!